és vegye át tőle! Ne aggódjatok! Magához fog térni! Elmegyek és magammal viszem ezt a lányt! Gyere még egyszer, Oli, és fölemeled a lányt. Jó. Most elmegyek és magammal viszem ezt a lányt! 50-48. 50-48. Saját akaratomból jöttem ide. És úgy is fogok távozni. Gyere még egy picit morcosabban. Saját akaratommal jött a babá, jött akaratomból. Húzásban ne vigy. Jó. Saját akaratomból jöttem ide. És úgy is fogok távozni. Megszokottabb mondjuk, hogyha az embernek spanyol szól a fülébe, vagy valami olyasmi nyelv, amit ugye többet hall francia, olasz. A japán talán annyiból, hogy nagyon... Nagyon jellegzetes az ő beszédstílusok olyan szempontból, hogy van egy dallama, amit ugye mi magyarok nem követünk feltétlenül, illetve sokszor a képhez képest dacára annak, hogy ők maguk csinálják a rajzfilmet, vagy egy picit rövidebb, vagy egy picit hosszabb a japán színésznek az ő hangja. Tehát például olyankor sokszor figyelnünk kell rá, hogy ugye nekünk a képhez kell igazodni, nem pedig az eredeti hanghoz. Ennyiben talán nehézség, de egyébként nem nehezebb, mint bármilyen olyan nyelv, amit nem értek tájékozódás szempontjából. Hallgassatok meg, haragos istenek! Én végeztem Nagó istennel, démon isten. Ah, ez hosszabb sokkal. Én végeztem Nagó istennel. Démon istenné vált, és a falunkra támadt. Meg kellett tölnöm. Egy hatalmas vadkap volt. Itt a bizonyít. Elcsúsztam, igen. Figyelj, fájdalommal vidd át. Jó. Mennyi előzetes információt volt a filmről és a szerepről? Gyakorlatilag semmi. Én most találkoztam ezzel először. Bár ahogy elnéztem a rajzolást, illetve magát az esemény folyamot, a stílusát és a gyorsaságát, ez valószínűleg egy korábbi animációs rajzfilm lehet. Nem hiszem, hogy 97-es. Na tessék, igen. Hát érződött rajta, hogy sokkal, hogy úgy mondjam, a maiakhoz képest lassabb folyású, egy kicsit higgadtabb az egész vonalvezetése, mint a mostani hasonló japán rajzfilmeknek. Ahhoz képest nagyon hamar belerázódtál, hogy most először láttad a figurát és a szöveget. Ja, hát igyekeztem, igen. Azt kell mondjam, hogy ugye nyilván Attila segített az elején, elmondta, hogy végig nagy vonalakban miről van szó, szóval az nagyon sokat számít, hogy egy kicsit beszélt arról, hogy ki is ez a fiú, vagy mi is ez a fiú, és hát az rögtön az elején látszott, hogy egy hős típus, tehát hogy valószínűleg egy jó fiú, aki azokkal a stílusjegyekkel rendelkezik, ami általában az ilyen hősöknek van. Hagyd a vadistent és siess vissza! A nők harcolnak! A férfiak is oda tartanak! Mindenki téged vár! Nem! De ha lehetett volna, maradok és harcolok! Nem! Hát sehogy sem tudtok békében élni az erdővel! Régebb óta foglalkozom hobbiból animefordítással, és így kerestem meg a stúdiót, hogy esetleg lenne számomra itt munka. A hobbi fordításhoz képest a szinkron fordításban milyen nehézségekkel találkoztál? Hát az első és legfontosabb az, hogy itt figyelni kell arra, hogy milyen hosszú egy szöveg. Ugye figyelni kell a szájmozgást. És hát feliratozásnál ez igazából mindegy. Mert hogyha túl hosszú egy szöveg, akkor túlhúzom a feliratot, és megvan oldva a dolog. Lényeg, hogy el tudják olvasni. Itt pedig azért figyelni kell, hogy pontosan addig beszéljenek, ameddig az eredeti filmben is. És általában mennyi időt kapsz egy fordításra? Mennyi idő szükséges ahhoz, hogy egy jó szöveget megéri? Hát mondjuk egy másfél órás film esetében egy ilyen 4-5 nap kell hozzá. Tőle kérnek segítséget, ahogy terveztük! Kövessétek őket! De maradjatok rejtve, különben nem jön elő! Nyomkövető módszer? Igazán ötletes? Jó, csak ez. Tök jó. Szép volt. Zárd le, jó? Yes. Hehehe.
Nyomkövető módszer, igazán ötletes. A végét zárd le, az igazán ötletes, jó? Igazán ötletes. Nyomkövető módszer, igazán ötletes. Most én ebből például, amit most csináltam, mondjuk ez egy elég jelentős kis figurája volt a filmben, de még mindig nem tudom, hogy miről szól és hogy van. És egy csomó animét csináltam, tehát én nem tudom, hogy volt benne nagyon kedves, volt, és volt, amit nem értettem, hogy ki milyen korosztály. Szóval amikor vetítették, nem értettem, hogy melyik korosztály. Biztos, hogy ezt óvodáskorú gyerekeknek nézni kell? Nem, ez felnőtt. Tehát azért mondom, hogy felnőtt, nagyon sok ebből felnőtt, és összekeverik a dolgokat, amikor leadják, és akkor vetítik abba az időbe, amikor nyilvánvaló, hogy kisgyerek, rajzfilm, ugye, idézőjelben a szülő, nézzen nyugodtan, és akkor a gyerek érted, nem tud aludni éjjel. De ez egy a rajz, ez is jó, meg az újságok is jók, a manga, jó mondom? Tehát, igen, a képregények. A képregények, ezek jó dolgok, hát ez régen is volt, most is van, csak most egy kicsit más. És mondjuk érdekes, mert azért, hát itt is ismerni kéne mondjuk, azért ezek erősen japánok. Tehát, hogyha nem tudom, a kultúrából semmit nem értek, akkor ebből se lehet igazán megérteni az egészet. Hogy honnan jönnek a démonok, az istenek, a nem tudom én mi. Hát akkor olyan furcsa. Akkor, de hát a Grimm mese nem ugyanilyen gyereket, az a rémítgetik. Felolvasok neki egy Grimm mesét, és megáll a növésbe rémültébe. Elérkezett a pillanat, legyetek résen! Egy istent készülünk megölni, hadd csinálja inkább ő! Meg még egyszer az istent készülünk. Igen! Innen megyünk 41-20-tól. Jó. Ezt igazából neki mondja, mellette álló, tehát igen, 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 igen. Egy istent készülünk megölni. Hadd csinálja inkább ő. Szép. 44-30. Ez egy görény. Nem mindig. Néha alszik is. De ez... Filmbe én mondjuk sokkal jobban élvezném japánul. És inkább feliratozzák. Tehát a szamuráj filmeket, amikor magyarul megszól, és meg, nem lehet azt mondani, Hát ezt az életben nem szinkronizálom, és ezt imádom hallgatni, amikor így beszélnek. Tehát a nyelvet, mert angol-németben ez nem érdekes. És spanyolul lehetetlen visszaadni. Lehetetlen visszaadni, tehát ezt érdemesebb nem a rajzfilmbe, tehát egy mangába, vagy egy animébe, vagy csak animébe, mert ott kevésbé, ott lehet nagyolni, de egy filmbe nem lehet. Ott inkább egy japán filmet feliratozzanak, mert én sokkal jobban élvezem japánul, mert közelebb áll a lelkületéhez a beszéde, és ahogy mondja, sokkal többet értek egy hangsúlyból, mint a szövegből. De itt abszolút lehet, bármit csinálok, ugyanúgy magyarul, ugyanúgy el tudom húzni, és akkor nem lesz belőle baj. De emberfilmnél ez már... Akkor már lejön a képről. Akkor lecsúszik a képről. Ez a legnagyobb nehézség számunkra, hogy nem értjük, amit az eredeti hang mond. Tehát nem angolul vagy németül van, hanem ugye egy teljesen más nyelven, így sokszor az nehézséget okoz, hogy nem tudjuk, hogy éppen hol tart a szöveg, és nekünk ahhoz képest hol kéne tartani a magyar szöveggel. De mindegyik egyébként érdekes, és ez persze egy saját világ, egy tök önálló műfaj. Nekem nagyon intenzív a hangsúlyhasználatuk, intenzívebb a magyarnál, úgyhogy szinte szótagonként, ahogy mi értelmezzük a szótagot, nyilván ez egy más hangbeosztás, számomra egy picit intenzívebb, és nem annyira színes. Úgyhogy amikor az ember megpróbálja követni, akkor azért a szövegre figyel az eredetire, és azt próbálja hangsúlyozni.
Ugye szerencsére a rendező nekünk mindig nagyjából elmondja, hogy miről szól a mese vagy a film, milyen a karakter, hogy milyen szereplőt vár tőlünk, hogy kit formáljunk meg, és akkor nyilván így egy kicsit jobban tudunk mi is játszani, illetve hát a kép is nyilván nagyon sokat segít. Elég gyorsan mennek ezek a szinkronok, ezek a forgatások, tehát olyan nagyon-nagyon sok időnk nincs arra, hogy az egész mesét végignézzük, vagy esetleg megismerjük, de hát mindig igyekszünk teljesíteni, és hát ugye a rendezőre hagyatkozunk, hogy ő instruáljon bennünket, hogy mit szeretne másképp hallani, mit játszunk a hangunkkal másképp, és akkor megpróbáljuk a legjobb tudásunk szerint megformálni a karaktert. Igazság szerint a szinkronok nagy részénél a helyszínen szembesülünk vele, hogy mi a feladat. Úgyhogy itt is nagyjából erről volt szó, csak az egészen nagy szerepeknél szoktunk előre beszélni róla. A vadisten megmentette egy embert? A vadisten meggyógyított egy embert? Nágó Isten miért nem mentette meg? A vadisten védelmezi az erdőnket, vagy nem? Mondták, hogy angol szkriptet kaptatok ezeket az animékhez, viszont a videó az japán volt. Segített neked az, hogy egy japán anyanyelvű videó alapján kellett dolgoznod? Sokat segített, igen. Az angol szkriptben, meg hát szinkronban is, vagy hújban elég sok eltérés van. Tehát én azt mondom, hogy a japán és a magyar nyelv is alkalmas arra, hogy a beszélők társadalmi hovatartozását kifejezik egymáshoz képest. Az angol erre annyira nem képes, mint ez a két nyelv. Ő Isten, nem halandó! Ennyi nem elég hozzá! Vadon hercegnője, hallasz engem? Itt vagyok! Állj elém, ha mersz! Ha meg akarod bosszulni a tieidet! Itt van két elszánt nő, akinek a férjét farkasok ették meg! Csak hogy tudd, ők is bosszúra vágynak! Hát annyira nem vagyunk ugye benne ezekben a kultúrkörökben és a kultúrvilágban. Nagyon izgalmas tud lenni. Meg egy-két ilyen japán filmben is szinkronizált, ami szintén így, tehát úgymond nem rajzfilm, hanem élő film. És ezekből ilyen nagyon jó, nagyon más érzések maradnak meg. Tehát így most is emlékszem rá, hogy egy ilyen nagyon visszafogott, és ahogy ők játszanak, és az érzéseiket, ahogy igazából nem mutatják ki, de közben látod az arcukon, hogy abban minden benne van, és ugye ez teljesen más típusú színjátszás, mint amit mi csinálunk, mi érzékelünk, és ez nagyon izgalmas. És ugye ezt nagyon nehéz is elkapni, de ha elkapod a fonalat, akkor iszonyúan át tudod magad adni ennek az egésznek. A kínai túlsúlyos, nem hallottam most a végszavamat. Az létezik? Előfordulhat. Aha, és ezért ugye nem tudok kínaiul, tehát, vagy japánul, vagy mit tudom. Úristen. Ugye? Botrány, tudom. De itt kínai van. Ezért nem tudtam a végszavamat. A kínai túlsúlyos, nehéz velük bánni. Ezek leterítik a szörnyeket, és átszakítják a szamuráj páncélt. Sajnálom, hogy sürgetnem kell benneteket, majd hozzatok egy kis szakét. Gyere még egyszer ezzel. Sajnálom, hogy sürgetnem kell titeket, majd hozzatok egy kis szakét. A korábbi szinkronban azt hallottuk, hogy Vasváros. Uh-huh. Míg a te változatodban Vasgyár lett. Igen. Melyik áll a közelebb a valósághoz? Hát igazából nem tudom, hogy ezt városnak lehet-e egyáltalán nevezni. Szerintem inkább egy nagyobb falu vagy egy kisebb város talán. De hát a japán szinkronban nem mondanak várost. Úgyhogy ezért fordítottam inkább Vasgyárnak. Én Attilával nagyon szeretek együtt dolgozni. Egyébként mindig sikerül olyan szerepeket rámosztani, amiben azért valamivel... Hát az utóbbi időben meggyűlt vele a bajom, amit én szeretek, tehát... Szeretem, hogyha ki kell dolgozni valamit, és meg kell találni, hogy tökéletes legyen. Miért állítottál meg? Válaszolj, hallod? Nem félek a haláltól. Ha ez kell, hogy elmenjek az... Nem félek tőle. Elmenjenek az emberek. Nem félek a haláltól. Ha ez kell, hogy elmenjenek az emberek, hát meghalok.
És most te halsz meg, mert beleavatkoztál! Gyere az ésmostól. Jó. Kicsit dühösebb. Jó. Mérgesebb. És most te halsz meg, mert beleavatkoztál! Kiabál erőszakos, karakán, egy elég erős személyiség és karakter, akkor ugye azt kell hozni. Mondjuk elég nehéz ebből a szempontból, mert meg kell találni azt a pontot, hogy ne legyen túl sok, és lehet, hogy túl erőszakos sem jelen esetben, főleg egy rajzfilmnél, mert egy rajzfilmet pont ebből a szempontból nehezebb is csinálni, mint egy színésznőre, akárkire szinkronizálni, ott azért látod a mimikáját, de egy rajzon sokkal több van néha, vagy talán kevesebb, és pont azt a vonalat meg kell találni. Sokszor szólt is az Attila, hogy kevés, sok, több, mert nem feltétlenül tudja az ember elsőre, hogy pontosan melyik az a középút, amit meg kell találni, hogy ilyen tökéletesen a karakterre. Átvágom a torkodat, akkor nem állsz többé senki útjába! Elég engem, egy ember ne... Egy ember. Egy ember se utasítgasson, nem? Igen, igen. Vagy egy ember ne utasítgasson. Jó. Elég engem, egy ember ne utasítgasson! Végig üvöltötted a filmet, ez megterhelő volt a számodra? Nehéz, igen. Előfordul olyan is, hogy mondjuk veszünk egy sorozatot, pont nemrég történt meg, és gyakorlatilag minden négy részen keresztül végigbőgtem, és akkor már azt éreztem, hogy nem, ezt nem. Tehát, hogy ez így, akkor így az embert lefárasztja. Igen, fárasztó. Főleg, hogyha nagyon-nagyon sokat kell ordibálni, mert azért az úgy megterheli az embert. De ettől függetlenül tök jó. Nem segítek, mert te az emberek oldalán állsz! Fogd azt a nőt, és menj el innen! Ne közelíts! Gyűlölöm az embereket! Elhallgass! Én farkas vagyok! Menj innen! A filmtörténettel neked mennyire állt össze? Nem nagyon, az az igazság. Ugye nagyon keveset láttam belőle, tehát ugye a saját tekercseimből nem mindig áll össze a kép, hogy pontosan A-ból B-be hova tart a sztori. Nem tudom. Tényleg, megmondom őszintén. El kell mennem, anya. A füst elvakítja Okkotót. Én leszek a szeme. Gyűlölöm az embereket. Megállj! Enyém a feje! Fiam, ne csináld ezt! Belehalsz! Ti meg lecsapnátok a könnyű prédára! Takarodjatok haza! Mindenki a helyére! Legyetek bátrak! Na hát, milyen császár? Uralkodó? Menjetek két oldalról! Emeljétek! Gyerünk! Mi? Igazán maradhatnál? Nem! Ti farkasok kisajátítjátok a vadistent! Elárultátok Nágót, hagytátok odaveszni! Fiatal ember, rajtam is átok ül. Fájdalmasan jól ismerem a dühödet és a bánatodat. Megértelek, de kérlek, ne öld meg az úrnőnket. Ő az egyetlen, aki hajlandó volt emberi lényként tekinteni ránk. Nem rettent vissza a betegségünktől. Lemosta a rohadó testünket, bekötözte sebeinket. Az élet... egy fájdalmas kínszenvedés. Átkozott a világ, és az emberek is. De én élni akarok. Nézd el ostobaságomat. Nem vertek át. Nágó bátor volt és felséges. Nem menekült volna el.
Ti ettétek meg, ti voltatok! Adjátok az embert! Megesszük az embert! Biztos vagyok benne, hogy készülnek olyan japán rajzfilmek is, amik kifejezetten gyerekeknek vannak, de se a Vadon hercegnője, se anno a Dragon Ball, se az animék legtöbbje szerintem nem gyermekeknek szánt rajzfilm. Én azt mondom, hogy inkább a, tehát ilyen a 14-et még nem mondanám, inkább ilyen 15-től fölfelé. Tehát nagyon gyerekeknek azért nem mondanám. Még vannak olyan lelkületű 13-14 évesek, akiknek még nem való, de ez ritka eset, de inkább azt mondom, hogy ilyen 15 fölött. Hát valószínűleg a gyerekek is megtalálják benne a számukra érdekes részeket, illetve az ő általuk felfogható vonalat ebből a filmből, illetve valószínűleg a felnőttek is ehhez máshogy állnak majd hozzá. Erőszakosabb, van benne vér, bár rajzfilm, tehát azért tegyük hozzá, de nem biztos, hogy az ő lelki világuknak ez még jót tesz, vagy meg tudják érteni, hogy ez rajzfilm. Mondjuk ez inkább a szülő múlik, hogy ezt el tudja neki magyarázni. Inkább az idősebb korosztálynak mondanám. Meg hát van egy kisebb tanító jellege, azt még hozzá kell tegyem, ugyebár a rajzfilmnek. Pont ezért is mondom, hogy inkább idősebb, tehát akik jobban megértik ennek a mondani valóját. Úgyhogy azért sem hiszem, hogy ilyen 14 év alatt, hát már talán, de nem mindegy gyerek tudja felfogni, hogy mi a mondani valója. Japánban is középkorúak, öregek ugyanúgy szeretik, mint a gyerekek. Nyilván elsősorban talán a gyerekeknek szólnak. És nem azért, mert rajzfilmek, hanem inkább, mert hát ugye a főszereplők is általában gyerekek, fiatalabbak. És inkább Miyazaki és a Ghibli stúdió arra mennek rá, hogy hát ilyen nagy életigazságokat próbálnak megfogalmazni benne, kicsit úgy nevelnek. Más, mint a Disney, de valamennyire azért hasonlít rá.